Szervusztok! Ma egy fejtett bablevest fogok főzni tejfölösen. Ez egy igazi, könnyű, nyári fejtett bableves lesz. Kikészítettem a hozzávalókat. Oda tettem fazékba 2 liter vizet, ezt elkezdtem melegíteni, mert a 1/2 kiló kifejtett tarkababot forró vízbe fogom betenni, és 1/2 órát főzni fogom. 2 girizt fokhagymát megpucoltam, én ezt bele fogom nyomni. Nem muszáj, bele is lehet így főzni, aztán kidobni. Én belenyomom, nekem úgy ízesebb. Tehát beleteszem a 2 girizt fokhagymát, és beleteszek egy csokor megmosott petrezselymet, így szárastól. Ezt kifogom a végén dobni. Továbbá beleteszek egy erőleves kockát és sót. Na most, ha valaki nem szereti a tartósított dolgokat, az ne tegyen bele erőleves kockát, én szeretem, jobb íze lesz tőle. Tehát akkor 1/2 órát főni fog a petrezselyemmel, a fokhagymával, az erőleves kockával, és sót is teszek bele. 1/2 óra múltán beleteszem a fehérrépát és a sárgarépát, amit addig meghámozok, és icipici kis karikákra vagy kockákra fölvagdosom. Továbbá teszek bele egy kis zeller kockát, száram nincs, és hát még egy olyan 20 percet főzni fogom, tehát egy olyan 50 perc kell neki, mire teljesen elkészül. Utána ide készítettem egy kis pohárnyi tejfölt, ebbe bele fogok keverni egy evőkanál, vagy egy fakanál lisztet, ez az én esetemben zabliszt, mert a fejtett bableves, ez a nyári tejfölös fejtett bableves, ez habarással fog készülni. Tehát itt a tejföl és a liszt a habarásnak, és miután behabartam, ugye a végén, egy 50 perc múlva, akkor csinálok egy tojásból egy kis csurgatott tésztát, vagy nokedlit, ki minek mondja. Egyébként csipetkével is nagyon finom, de én megmondom őszintén, hogy én nekem nincs kedvem csipegetni, úgyhogy úgymond nokedli, vagy ilyen csurgatott nokedli tésztaszerűség fog belekerülni, és ennyi. Úgyhogy akkor neki is kezdek, először is. Ja, és a tálalásnál petrezselyem, friss petrezselyem levéllel fogom megszórni, apróra vágott friss petrezselyem levéllel. Úgyhogy neki is kezdek a zöldség tisztításnak. Na, akkor neki is kezdek, megpucoltam a zöldséget, akkor leszűröm a fejtett babot. Jó, és akkor leszűrt fejtett babot beleteszem a forró vízbe. Mint mondtam, én beleteszek egy erőleves kockát. Ezt nem muszáj, aki nem szereti, az ne tegyen bele. És beleteszek egy kis sót, egy mokkás kanálnyit. Belenyomom a 2 girizt fokhagymát. Jó, és akkor beleteszem a jól megmosott
egy csomagnyi friss petrezselymet. És akkor ezt most fél órát főzni fogom. Na, fél órája fő a fejtett bab, a sóval, az erőleves kockával és a csomag petrezselyemmel, és most beleteszem az apró kockára vágott fehérrépát, sárgarépát és kis zeller kockát tettem bele, tényleg egy icipicit. Jó. És akkor most a zöldséggel főzöm egy 20-25 percig. Ja, megmutatom, amikor sok mindent nem láttok. Ugye 2 liter víz van benne, 50 deka pucolt fejtett bab, a csomag petrezselyem, 2 nagyon nagy sárgarépa, 2 gyökér, fehérrépa, 1 icipici zellerkocka, ennyi. És akkor most főzzem ezt még egy jó 20 percet. Az azt jelenti, hogy akkor fogunk 50 percnél tartani. Lejárt a 20 perc, leszedtem a fedőt, illetve levettem, és kiszedtem a petrezselyem zöldeket, és akkor most megcsinálom a habarást, tehát egy pupos kanál. Ez esetben én zablisztet, egy kis pohár tejföllel csomómentesre ki fogok keverni, és ezzel fogom a levest behabarni, és utána még gyorsan beleteszem a csurgatott tésztát, vagy nokedlit, ki hogy hívja. Még azt akartam mondani, hogy ha valaki nem kimondottan ilyen könnyű nyárias tejfölösen akarja csinálni, hanem egy picit nehezebben, illetve táplálóban, vagy ízesebben, lehet beletenni füstölt húst, vagy akár egy füstölt lékockát, és ugye hát akkor tartalmasabb lesz. Én húsmentesen akartam direkt, illetve füstölt kockát se teszek bele. Ez kimondottan egy könnyű, nyárias, tejfölös fejtett bableves lesz. Jó, és akkor egy kis főzőlét hozzáteszek, ugye a hőkiegyenlítés miatt, és alaposan ezzel kikeverem. Jó, akkor ez meg is van. És akkor behabarom vele a levest. Lényeges, hogy jó csomómentesre keverjétek ki. Ezt azért mondom, mert nem biztos, hogy mindenki készített már habarást. Egyszer mindenki elkezdi. Jó. Jó, és
akkor ezt most lassú kevergetés mellett belefőzzük. Ettől meg fog egy picit testesedni, vagy sűrűsödni. Azt észrevettétek már bizonyára, hogy piros paprikát nem tettem bele direkt. Ebbe a tejfölös nyári fejtett bablevesbe nem teszek piros paprikát, ez kimondottan egy könnyű nyári leves. Tehát ez nem is hasonlít a téli bablevesre, száraz bablevesre, vagy babgulyásra, vagy... Na, és akkor most gyorsan elkészítem a csipetke, vagy a nokedli tésztát. Jó, akkor egy tojást megmostam, és felütök ebbe a kis tálba. Összekeverem. Ízlés szerint pici sót teszek bele. Nem sokat, csak hogy a csipetke is ízes legyen. Jó, és akkor jöhet bele az én esetemben zabliszt. Kettő kanál, bármilyen lisztelet, amit használtok. De mondom, olyan tésztával készítsétek, amit ti szerettek, ha akartok egyáltalán tésztát beletenni. Ugye a bablevesbe sokan azt mondják, hogy abba legjobb a csipetke, úgyhogy ha van kedvetek, akkor hát annyi a különbség, ugye, hogy sokkal keményebbre kell, és akkor le kell csipegetni. Akkor azt belefőzni. Én ezt egy tojás, egy só, és amennyi lisztet felvesz, és ezt fogom rögtön beletenni a levesbe. Jó, és akkor, hát ugye ez azért barnább egy kicsit, mert zablisztből van, rendben, és akkor gyorsan bele izigálom, ennyi meg is van, kész. Egyet keverünk rajta. Ó, helyes kis picikék lettek. Bocsánat az zörgésért. Na, fölbe le a csipetke, vagy csurgatott tészta, be is sűrűsödött. Ennek annyit kell most még főni, hogy a csipetke megfőjön 5 perc, és akkor kész is a leves, és tálalhatom. Illetve hát még, ha gondoljátok, akkor ugye meg kell kóstolni, és ha nem elég sós, akkor lehet sózni, illetve aki akar, az még tehet egy kis tejfölt bele, bár tejfölt még a tálalásnál is van, aki kér bele, hát ugye ízlés szerint. Na, hát ebbe a pillanatban le is zártam, megfőtt a nyári tejfölös fejtett bablevesem, és akkor kiszedek egy adagot. Jó.
törlöm a tányér szélét. Na, és akkor, amint látjátok, ez egy finom, tartalmas leves, és csak meg akarom mutatni, itt van a csurgatott tészta, vagy nokedli, ilyen kis picike lett, fele akkora, mint a bab, úgyhogy nem kell ettől megijedni. Én ezért nem, látjátok, ezért nem állok neki csipegetni, akkora a bab, és akkora a csipetke, tehát helyes kis picikék. Jó, és akkor így szoktam tálalni, és akkor egy kis friss petrezselymet rá, isten illata van. És mivel, hogy tejfölösen szeretem, még egy kis tejfölt a közepébe, aki akkor még tehet rá. Úgyhogy, ha gondoljátok, készítsétek el, ez egy egyszerű, könnyen elkészíthető, olcsó, nyári leves, szerintem legalábbis, ugye 50 deka kifejtett, fejtett bab van belefőzve, 2 liter vízzel készítettem, 2 kis pici fehérrépa van benne, gyökér, vagy 3 icipici, az új gyökér, 2 hatalmas nagy régi sárgarépát vágtam bele apróra, 2 girizt fokhagyma van benne, só, én tettem bele egy erőleves kockát, ezt nem muszáj, én szeretem, ha van benne. És ennyi, és ebbe zsiradék semmi nincs, ugye tejfölből, 2 deci tejfölből, illetve egy kis pohár tejfölből készítettem, egy kanál liszttel egy habarást, azzal behabartam, és a végén egy tojásból készítettem egy ilyen csurgatott nokedli tésztát, ahhoz tettem 1,5-2 kanál lisztet, és azt főztem be a levesbe. És akkor ugye a végén megszórtam egy kis friss petrezselyemmel. Ha elnyerte a tetszéseteket, és szeretitek az ilyen könnyű zöldséges leveseket, akkor próbáljátok ki. Jó étvágyat kívánok hozzá! Sziasztok!